Köszöntöm nézőinket, Önök a TV Budakalász heti hírmagazinját látják. Elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Képviselőtestületi ülés, rendeletek módosultak és bővült az óvodai dolgozók létszáma, erről is döntött a grémium az októberi ülésen. Látni és látszani, idén is elindult a rendőrség baleset megelőzési kampánya. Szájeb, hazai pályán játszik újra a hétvégén a kézilabda csapat. 11 napirendről döntöttek a képviselők a legutóbbi októberi testületi ülésen, ahogy arról már korábban beszámoltunk. A grémium 10 fővel határozatképes volt. Októberben olyan napirendekkel kapcsolatban is döntött a testület, mint javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és a lakások bérleti díjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, valamint arról a javaslatról, ami az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló rendelet módosítása. A képviselők 10 igennel szavazták meg az előterjesztéseket, majd az óvodai álláshelyek bővítéséről is döntött a testület. Javaslat óvodai álláshelyek bővítésére. Az óvodavezetők a gyermekek fejlesztése érdekében a Nyitnikék óvoda Pomázi úti telephelyére egy fő gyógypedagógus, a telepi óvodá pedig egy fő gyógypedagógus és egy fő logopédos új álláshelyet kérelmeztek. A bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta. Ugye a legutolsó testületülésen kértük a vezetőket, hogy dolgozzák ki ennek a módszernek az alapjait, hogy ne mindig vissza kelljen hozni, hogy akkor most milyen álláshely bővítésre van szükség. Vezető van, hogy kidolgozták, itt van előttünk, azt gondolom, hogy amit szeretnek volna, az minden benne van. Köszönöm. Kérdezem, hogy hozzászólás van-e? Márton András parancsolja. Ez azt jelenti magyarra fordítva, hogy az én óvodámban, a telepi óvodában van egy darab logopédus, és a kívánunk alapján ennek kettő darab logopédusunk és egy gyógypedagógusunk. És a másik óvodában pedig lenne, van eleve két logopédus, maradna az egy gyógypedagógus, aki eddig is alkalmazásban van, és ő is szeretne egy gyógypedagógust még egyet szeptembertől. Az én óvodám esetében januári az előterjesztés szövege, a Nyitnikék óvodában pedig szeptemberi, tehát három új emberről beszélünk, ami foglalkozásra vetítve kettő gyógypedagógus és egy logopédus. Az óvodai álláshelyek bővítését egyhangúlag szavazták meg a döntéshozók. További napirendek is a testület elé kerültek, úgy mint javaslat címerhasználat engedélyezésére, vagy javaslat a Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány támogatási kérelmének elbírálására, vagy a Lupa Egyesület 2017-es évi beszámolójának elfogadására, amiket szintén megszavaztak a képviselők. Döntés született a legutóbbi ülésen a lejárt határidejű határozatokról, amit szintén elfogadtak egyhangulag a képviselők. Az ülés végén a képviselői hozzászólások, észrevételek következtek. Közmeghallgatáson is elhangzott kút, mai információ, hogy kettő évvel kívánja meghosszabbítani a kormány azt a határidőt, ami rendelkezésre áll. Ez a kútmafia, ez úgy néz ki egyébként, hogy van egy vízjogi Európai Uniós irányelv. Tehát a maffiát azt ott kell keresni. Brüsszelben? Így van. Tehát az a maffia az, amelyik implementálásra, tehát alkalmazásra kötelez bennünket, és ennek nyomán kell ezeket a egyébként nyilvánvalóan vízjogi szempontból nagyon fontos felméréseket megcsinálni. Azt, hogy mennyibe fog kerülni, természetesen egy mérnök se dolgozott még ingyen. Abban tudunk segíteni lakosoknak, hogy a kamarának a honlapján lévő olyan szakembereket, illetve olyan helyi szakembereket is, akivel időközben már felvettük a kapcsolatot, fogunk tudni kiajánlani, akik adott esetben ebben tudnak segíteni, és véletlenül nem azokon a magas árakon, hanem nyomott árakon fogják tudni a városlakók ezt igénybe venni. A kutak építésével, finanszírozásával kapcsolatban Pál Béla, a Jobbik képviselője is hozzászólt az utolsó napirendhez. További kérdésre a város polgármestere elmondta, ősszel nem lesz szervezett várostakarítást, de korlátlanul elszállítják a zöld hulladékot a településről. Látni és látszani bölcs döntés, szól a rendőrség szlogenje. Az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottság közlekedésbiztonsági kampánya 2012 óta hívja fel a figyelmet egy társadalmilag fontos témára, az egyén szerepére a baleset megelőzésben. A térség rendőrkapitánya mondta el a legfontosabbakat a kampánnyal kapcsolatban stábunknak.
több ismert ember adta már az arcát 2012 óta ahhoz a baleset megelőző kampányhoz, ami a térséget is érinti a téli időszakban. Az akció keretében ingyenes jármű és látásvizsgálaton vehetnek részt az autósok. Budakalászhoz a kampányban résztvevő legközelebbi szervíz Békásmegyeren található. Ez csak egy felújított kampány, ez a Látni és Látszani kampány október 17-ével újra megindult. A Látni és Látszani oldalra, hogyha valaki rákeres az interneten, akkor meg fogja találni azokat a helyeket, ahol a gépjármű téli felkészítésével kapcsolatban lesznek lehetőségek, ahol egy gépjármű diagnosztikán eshetnek át, illetve, ami nagyon fontos, az egy dolog, hogy mi látszunk, de azért látni sem árt. Ugye ezzel kapcsolatban is van most a Balesetmegelőzési Bizottságnak egy ilyen jó kis reklámja, hogy a néni megkéri a kisfiút, hogy kísérje át az úton, mert nem lát rendesen, és a kisfiú megkérdezi, hogy ott tetszik lakni, nem ott hagytam az autómat. Nagyon fontos az, hogy lássanak a gépjárművezetők. Vannak szerződött partnerek, akik látásvizsgálatot, egy ilyen látásdiagnosztikai vizsgálatot tudnak felajánlani, pontosan annak érdekében, hogy mindkét nagyon fontos feltétel megvalósuljon a biztonságos közlekedés érdekében. Fontos látni és látszani egyaránt. Különösen igaz volt ez a hétre, amikor több iskolás gyermek volt az utcákon az őszi szünet miatt. Az elmúlt napokban sokan indultak útnak, hogy halottaikra emlékezzenek. Autóval, tömegközlekedéssel vagy gyalogosan, a lényeg, hogy vigyázzanak egymásra. Ebben az időszakban valóban nagyon sok gyalogos is érkezik a kegyeleti helyekre. A legjobb és a legbiztonságosabb megoldás, mint tudjuk, az a láthatósági mellény. Azt is tudom, hogy bár ezek féléres dolgok, de mindig akkor tűnnek el, amikor a legnagyobb szükség lenne rá, de a legegyszerűbb dolgokkal lehet ezt pótolni, egy villogó kerékpárlámpával, egy zseblámpával a kézben. Az a lényeg, hogy valamilyen fényforrás legyen nálunk, ami jelzi, hogy mi ott vagyunk, hogyha sötét ruhában mondjuk elmegyünk egy ilyen helyre, akkor a gépjárművezetők minél hamarabb észrevenjenek minket. Fényvisszaverők, fényforrások mindenféleképpen legyenek nálunk, legyen bekapcsolva, ha lóbáljuk a kezünkbe, az se baj, hogyha ugrabugrál egy fénytócsa, az már mindenféleképpen jelzi azt, hogy ott valakinek valami tennivalója van, ott egy gyalogos van az útszélén, arra oda kell figyelnünk. Ez azért is nagyon fontos, hiszen most kezdődik az őszi szünet is, amikor újra nagyon sok gyerek lesz az utakon és az utcákon. Valóban. Mi a gyerekeknek nagyon sok ilyen fényvisszaverő dolgot osztottunk szét már itt az elmúlt években. Azt szeretném kérni a szülőket, hogy kérdezzék meg, hogy ezek hol vannak. Egy-egy fényvisszaverő karkötő, egy-egy fényvisszaverő ilyen felpöndörödő karkötő, vagy egy ilyen kis mellény, egy kulcstartó, mind-mind-mind sokat jelent annak érdekében, hogy mindenki biztonságosan tudjon közlekedni. Az akcióba bekapcsolódó ingyenes szemvizsgálat Budakalászon is elérhető. További részletek a Látni és Látszani kampány weboldalán olvashatóak. Halottak napján sokan róják le kegyeletüket halottaik előtt a temetőkben. Fontos, hogy kellő körültekintéssel emlékezzenek, hogy a hétvége valóban a kegyeletről, az élet tiszteletéről szóljon. A Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője Csámpai Attila telefonon nyilatkozott televíziónknak. November első napja, a Minden Szentek napja, az egy gyertyagyújtás ennek az időszaka. Minden évben előfordul 20-30 olyan eseményhez vonulnak országosan a tűzoltók, ami ebből adódóan tüzek keletkeznek. Ugyanis azt vettük észre, az legtöbb ilyen jellegű tűzeset abból következik be, hogy a gyertyát vagy a mécsest nem megfelelő helyre tették, tehát gondolok én arra, hogy közel tették egy-egy gyúlékony anyag környezetében. Nagyon fontos, és szeretném kiemelni, hogy a gyertya, amilyen pici a lángja, amilyen pici, olyan veszélyes is lehet, ha nem megfelelően helyezik el. Tehát, hogyha mondjuk lakásban valaki megemlékezik és gyertyát szeretne gyújtani, és mondjuk ablakpárkányra teszi, gondosan ügyeljen oda, ne legyen környezetében éghető anyag, például függöny. Hiszen ha a függöny kigyullad, pillanatok alatt tovább tud terjedni lakás bármelyik pontjára a tűz, és egy komoly kialakult tűzzel találkozhatunk. Nagyon fontos, hogy ezeket a mécseseket, gyertyákat tögzíteni kell a felborulás ellen, illetve háziállatok, illetve a gyermekek ne férjenek hozzá, hiszen eztől is láttunk már korábban voltak hasonló tűzesetek. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezeket a gyertyákat, ahogy említettem már első körben, ne legyen éghető környezetben. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a temetőkben elhelyezett mécsesekre is, hiszen gyakorta előfordul az, hogy koszorúk vagy éppen szalagok környezetében helyezik el ezeket a gyertyákat, és bizony ebből adódnak tűzesetek. Itt is ugyanaz az alapvető szabály, ne
együk éghető anyagok környezetében, illetve hogyha elhagyjuk a temetőt, lehetőség szerint ezeket a gyertyákat, mécseseket oltsuk el, ezzel is megakadályozva a tűz továbbterjedését. Azért is szoktuk mi ezt hangsúlyozni, hogyha már elhagyjuk a temetőt és kijövünk a temetőből, lehetőség szerint akkor ne hagyjunk ott égő gyertyát vagy mécsest, hiszen azért elég nagy a szárasság, és bizony maga a láng, a tűz tovább tud terjedni, akár az avaron, leveleken, száraz leveleken keresztül, de ahogy említettem, például egy-egy égő koszorú is veszélyes lehet, hiszen ezek a koszorúknak a tűze is tovább tud terjedni, és esetleg több koszorú és több éghető anyag gyullad meg, és volt már erre példa, hogy Pest megyében kellett vonulni temető tűzhöz a tűzoltóknak. Bízunk benne, hogy ezt már korábban ugye felülvizsgálták ezeket a sírokat, síremlékeket, ha nem, akkor mindenféleképpen ugye fokozott óvatossággal közlekedjenek, viselkedjenek a temetőkben. Volt már erre sajnos erre is példa, hogy valaki nekidőlt a sírkeresztnek, és az eltört, és ebből adódott baleset. Bízunk benne, hogy idén nem lesz, és nem kell ilyen jellegű műszaki mentési balesetekhez vonulni majd a tűzoltóknak. 15. alkalommal adott otthont Budakalász a kortárs tánc találkozónak, amit a Duna Táncműhely szervezett október végén. A kortárs táncot minden korosztály számára elérhetővé, megismerhetővé tették a szervezők az idei előadás sorozattal, ami újdonságot is tartogatott a nézőknek. Fontos szerepet vállal fel regionálisan a Kalászi kortárs tánc találkozó, ami a kísérleti előadások mellett olyan kortárs táncstúdiók munkáját is megmutatja a közönségnek, amiket kevésbé láthattak korábban. 4 napon keresztül voltak előadások több generációnak a Kóskároly Művelődési Házban, ahol idén először egy beszélgető showval is készültek a szervezők. Mai napon lesz egy izgalmas beszélgetés, valójában számomra izgalmas, mert először csinálok ilyet budakalászi művészekkel, illetve művészethez közeli emberekkel beszélek a erosz, a szerelem és a művészet kapcsolatáról, azon belül természetesen a táncról, hiszen táncfesztiválon vagyunk alapvetően. Soma Magésa, illetve az ő férje, aki egy hangmérnök és zenész egyébként, Őriz György, illetve Spalla Korina és Szankai Ádám. A Korina egy kortárs táncművész, illetve jogaoktató, a férje pedig újságíró, kulturális vonalon, tehát neki is van köze azért a művészethez. Úgyhogy velük fogok beszélgetni. Utána pedig a Feledi Projekt nevű formáció Psziché című darabját adja elő. Vörös Marti Psziché című Vörös Marti műve alapján készült, ami ugye egy nagyon, nagyon izgalmas női jelenséget ábrázol. Nem véletlen van előtte ez az erotikáról szóló beszélgetés, hiszen erősen erotikus töltető az előadás, ugye, illetve hát erosz töltető, hogy így mondjam, igazából a szerelem, a szerelmi vívódás az igencsak körüllengi. A hétvégén lesz egy kortárs, illetve néptáncgála, ezt minden évben szoktam egy ilyet szerkeszteni, úgymond, azzal a céllal, hogy egyrészt találkozzanak a nézők többféle műfajjal is a fesztiválon belül, mert hiszen itt lesz amatőr néptánc együttes, amatőr kortárs tánc, illetve modern tánc, de lesz profi néptánc előadás is. De a nem titkolt célom az is, hogy ők is találkozzanak egymással egy gálán belül. Nagyon kicsi a felület, ahol a szakmán belül különböző műfajok együtt tudjanak föllépni, és együtt tudjanak megmutatni. Ezáltal egymás művészetét ugye kevés lehetőséggel megismerni. Én ezt szeretném erősíteni, hogy ezzel a szerkesztett gála műsorral, hogy a szakmán belüli különböző alkotók, előadók, azok mindig ismerjék meg egymást, és inspirálódjanak egymásból. Minden évben nagy hangsúlyt fektetnek a szervezők arra, hogy bemutassák a budakalászi közönségnek az elmúlt színházi évadok kiemelkedő produkcióit.
Fontosnak tartják a határon túli együttesek meghívását, továbbá, hogy lehetőséget nyújtsanak a fiatal alkotók bemutatkozására. Somama Magésa, Lőrinc György, Spala Kornélia és Tankai Ádám voltak az első beszélgető show vendégei, akiket Juhász Zsolt kérdezett. Számunkra azért fontos a budakalászi helyszín, mert egyrészt ugye én itt lokál patrióta, budakalászi, második szülővárosomnak tekintem, mert egyébként szegedi vagyok, onnan származom, de most már azt 23 éve élek Budakalászon, úgyhogy második otthonom lett. Tehát nekem ez szívügyem, hogy itt az itteni közönségnek, a pilisi régiónak ide tudjuk hozni ezeket a kiváló előadókat, kiváló alkotók előadásait. És hát a Dunatánc műhely pedig itt mutatta be az első műveit most már 20 évvel ezelőtt, mert jövőre lesz 20 éves a Dunatánc műhely. Tehát többszörösen szívügyünk ez a történet. Szombaton gállával és egy színházi produkcióval, a Kaposvári Egyetemisták Carmina Burano című darabjával zárult az idei találkozó. A hétvégén, november 3-án újra hazai közönség előtt játszik a Szájebb Budakalász a Csurgói KK csapatával. Az NB1-es kézilabda mérkőzés 18 órakor kezdődik a budakalászi sportcsarnokban. Izgalmas mérkőzésnek ígérkezik a szombati. Jelenleg a tabella 3. helyén áll 11 ponttal a Csurgói KK, míg a Szájebb Budakalász 6 ponttal a 10. Szurkoljunk minél többen a hazai csapatnak. Végül a hétvége várható időjárásáról. Szombaton változóan felhős időre van kilátás, csak helyenként fordulhat elő kisebb eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. Vasárnap előfordulhatnak már ködfoltok, de csapadék nem valószínű. A keleties szél helyenként megélénkül, nappal 15 és 22 fok közé melegszik a levegő. Adásunk végén következzenek még egyszer legfontosabb híreink. 11 napirendről döntöttek a képviselők a legutóbbi októberi testületi ülésen, ahogy arról már korábban beszámoltunk. A grémium 10 fővel határozatképes volt. Látni és látszani bölcs döntés, szól a rendőrség szlogenje. Október 17-én újra elindult a rendőrség baleset megelőzési akciója. A hétvégén november 3-án újra hazai közönség előtt játszik a Szájebb Budakalász a Csurgói KK csapatával. Az NB1-es kézilabda mérkőzés 18 órakor kezdődik a budakalászi sportcsarnokban. Ez volt a TV Budakalász heti hírmagazinja, a Budakalászi Hét. Maradjanak velünk, mert hamarosan Kultúrcseppek című kulturális magazin műsorunk következik. Híradóval legközelebb jövő héten pénteken este várjuk Önöket. Ha még több helyi hírre kíváncsiak, keressék fel weboldalunkat, a szentendre.media.hu-t, ahol élőben is nézhetik adásunkat. Ne feledjék, a Facebookon is megtalálnak bennünket. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!